A Bike Mafia ugye a kezdetekben körülbelül egy ilyen 5-10 fős csak kis csapat volt a legelején, és az elmúlt 7 és fél évben most már 80 állandó önkéntesünk dolgozik a háttérben, körülbelül 120 ember dolgozik velünk közösen Budapesten, és nagyon aktívan működik két vidéki városban, Pécset és Debrecenben, ahol szintén sok önkéntes dolgozik. Azok a projektek, amik most működnek, azokat folyamatosan egyrészt gondozzuk és fejlesztjük őket. Minél több embert szeretnénk elérni, akin segíteni lehet, és minél több olyan embert, akivel segíteni lehet közösen. Van egy plusz egy szendvics nevű programunk, ahol a diákokat kértük meg arra, hogy szálljanak be, és egy héten egyetlen egy napon egy darab szendvicssel hozzanak többet az iskolába, és ennek köszönhetően, ha nem vagyunk ételosztó szervezet, a diákokkal közösen ilyen 70-80 ezer adag ételt tudunk egy tanévben megmozgatni és a rászorulóknak adni. Gyakorlatilag ez mindennapos feladat most már. Mondanám a Sweet Home projektünket, ahol lakásokat újítunk fel, vagy éppen a Seeds for Hope nevű projektünket, aminek keretében közösségi kerteket telepítünk hajléktalan szállók kertjeibe, vagy olyan területre, ami arra esetlegesen megfelelő. Ebből per pillanat 6 van már, aminek köszönhetően hajléktalan emberek tudnak saját maguknak zöldséget termeszteni. A szociális szabadidőparkot fogunk most létrehozni ezen a nyáron egy hajléktalan szálon, ahol főzhetnek a hajléktalan emberek a kertben, ahol sportolhatnak, tehát szabadidős tevékenységre lesz lehetőség, és hát gondolkodunk még egy medencén is, hogy egész egyszerűen méltóképpen éljék az életüket. Az adományozási kultúrával kapcsolatban én azt gondolom, hogy a Bike Mafia elég sokat tett szerencsére az elmúlt 7 évben, és nálunk a legeleje óta ez egy nagyon-nagyon fontos kérdéskör volt, tehát hogy adni alapvetően nem csak hogy szükséges lenne, hanem kell is, tehát hogy ez mindenkinek jó alapvetően. Az, hogy mit, ez már egy nehézkesebb kérdés. Amikor adományokat kérünk, akkor nagyon-nagyon pontosan definiálni kell, hogy mi az, ami kellhet, hiszen fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy a szakadt pulcs, meg a szakadt cipő az nem adomány, hanem a szemét. Amit mi fölvennénk, amit mi odaadnánk annak, akit valóban szeretünk, ezek az adományok, ezek a valódi adományok, ezeket tudja az olyan típusú szervezet, mint a milyen kis, vagy éppen az ellátás hasznosítani. És hogyha valaki bármilyen utomódon a háttérbe szeretne hozzánk csatlakozni, írjon e-mailt, bbm.hu a weboldalunknak a címe, illetve Facebookon a Budapest Bike Mafiát kell bepöttyögni a keresőbe, és akkor meg lehet minket találni. Igyekszünk mindenkinek önkéntes feladatot adni.